Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Strategic Command American Civil War folytatása az északi oldali kampányunkkal. Lássuk! Halad tovább! Lázongások! Nye! Időnként megtörténik. Nem jó, de olyan nagyon nem is probléma. Ezt az erődöt úgy látom minden körben megsemmisítjük, vagy hogy mondjam. Tengerész egy, jó, az főleg a parti bombázóinknak lesz hasznos. Mert igazából a tengeri háborút azt megnyertük. Van vagy másfél hajója, és felteszem, azok is folyami hajók elsősorban. Ott New Orleansnál. Kétséges, hogy egyáltalán akar-e építeni nagy hajót. A déli oldali AI. Nem tudom, hogy mennyire erőlteti a tengeri harcokat. Főleg azután, hogy érdemben elvesztette. Hogy elfogadja-e egy ponton, hogy ezt elvesztette. Nincs értelme beletolni erőforrást, mert innen nem nagyon fog visszajönni. December 62. Úgyhogy havazás, hó, szél, eső, mi egyéb. Még fel tudta húzni? A fene ügyel. Már abban a reményben voltam, hogy azokat már végleges sérülések. Oké, akkor vissza Georgetownba. Akkor itt ezt a partraszállást egyelőre finoman békén hagyjuk. Hova jött, ide vagy ide? Mind a két helyen meg tudjuk kergetni, csak mennyire könnyen. Áú! Visszavonulsz? Jó, akkor nem halsz meg. Bár az ágyút így most fenyegeti. Ez annyira nem rossz. 3-2-t üt. Egy nullás fegyverzetű egységgel. Tehát ehhez igazából semmit nem kell neki tenni, csak úgy ideál és megüti őket. Ja, nem azt mondom, hogy itt sok egysége maradt ezen a fronton. Nagyon jót tenne itt, ha felszabadíthatnék egy-két egységet. Valahogy. Nem tudom hogyan. A fene visszavonult, nem akarja megkockáztatni, hogy ott elvágjuk. Pedig én szívesen elvágtam volna azt az egységet Norfolknál. Hát meglátjuk, hogy állunk itt, hogy lesz, hogy nem lesz. Nashville-nél nagyon lassan, de haladunk. Ott úgy érzem, megvannak az erők arra, hogy tudjunk haladni. Persze időjárástól is függ. Jó, leesett. Elfoglaljuk a várost. És akkor, ha más nem, az a két egység meg a HQ elindulhat Sutton felé. Ami két újabb bánya, meg egy morálváros elfoglalását eredményezheti, ami nagyon jól fog jönni. Apacsok garázdálkodnak brutálisan. Ez a minden alkalommal megütnek mindenkit 2-3 egységre.
egyáltalán egy visszafogott pofonosztás. Egyáltalán nem egy visszafogott mennyiség. No, hát legalább, na ez a csúnya. Akkor tízeseivel veszti a erőket. No, végre kapunk. Ha nem is mindent, és nem is végtelen, de azért valamennyi. Valamennyi végre érkezik. 2-0-ra, az nem egy jó eredmény. Azt hogyan kéne nekem ott egy kicsit jobbra megütni, mert azért a 2-0 az nem fincsi. Ha nem ezt ígérted. Oké, eddig kétszer egy-egynél dobtad azt, hogy mi volna, ha valójában nem? Mi volna, ha valójában nem azt sebeznéd, amit ígérsz? Pedig a hákút leütni az nagyon azt a város, mondjuk jó lenne megcsípni. Következő körbe. Nem tudom, hogy ezek mennyire lesznek itt elvágva. Muszáj. Muszáj ezt az erős egységet hozni. Oké. Hát akkor így jártunk. 2-2-t ígérsz. Ezt olcsón megúsztuk. Ez tényleg nem bír ennél jobb eredményt? Hát az elég gyér. Az elég gyér. Ha itt ez a tempónk. Már pedig itt ez a tempó. Oké, mégiscsak visszamész. Mert ezt meg gyógyítani kell. Hát egyelőre itt tarts ki. Aztán meglátjuk. Ezt felhúzzuk, mielőtt megérkezne a hadszintérre. Ez iszonyú drága, de kell. Hajókat meggyógyítjuk. Oké. Kettő egyet ígérhet. És be is tartja, a fene vigye el. Na itt a baj, hogy ebbe a formába tartja be, hogy nem sebzünk. A kettőt az betartja. Az én sérüléseimet betartja. Az övéit nem. Hát, ez így nem volt egy nagy kör. Hogy őszinte legyek. Hogy ez eddig tud menni? Hát, akkor te gyere föl. Itt lesz a leghasznosabb. Azt meg remélem senki nem tudja ott berohanni. Gyere ki.
Hát annyit tudok tenni, hogy te elindulsz, te ott fogsz majd... Jó, ez a paci fogja megvédeni ezt a várost. Ti ketten ezzel a pacival meg majd elindultok oda. Plusz ami még innen érkezik nyilván. És akkor ezekkel körbefoljuk ezt a Salinát, utána a másikat és a két fővárost kiütjük, legalábbis ez a terv. Ez a hosszú távú terv, nem egy nagy terv, de erre a csapatra ennyi fér. Erre a csapatra most ennyi fér. Na. Egyet tudunk rajta húzni. Fölgyógyítjuk. 2-1-et ígérsz, azt elfogadom. 2-2-t nem annyira boldogan, de volt rosszabb is. Lehetett volna rosszabb is. Pacit talán meg tudjuk rágni, kicsit drágán, de talán, most az a baj, hogy elvonul. Na, oda nem zavar, ha oda menekül, mert ott leütjük. Ott leütjük, és ráadásul megérkezünk itt erődöt képezni. 2-1, mindjárt jobb a helyzet. Három egy. És elvonul. Jó. Gyógyulsz. Erősödsz. Te gyere át ide. Ahogy ott valakinek kell állnia, remek. Hát akkor te egyelőre ide tudsz jönni, nincs más opciónk. Ez lecsurog ide. A paci itt megnézi, hogy mi a helyzet. Ott egy háku. Oké, azt abban látok opciót, hogy ezt a hákút kikergetjük, vagy elfoglaljuk, vagy valami, és akkor ezt a stuntont elkezdjük körbevenni. Az még jobb, ha ez így cserélt gazdát, ez a pofon. Az még jobb. És akkor majd idővel csak fölér ez a nagy egység, és akkor talán meg lesz Suffolk. És akkor itt elég gyérel látmánnyal futnak. Annak van értelme. Jó, a háromnak nincs. Az meg továbbra is szóba se jöhet. Jellegű. Továbbra is szóba se jöhet. Te mi vagy egyébként? Te egy tengerész.
Oké. Az a tengerész az mit is csináljon? Ekkora eséllyel üres ez, sem ekkora. Áú, valamiben ráfutottam, és az körülbelül meg is öl. Na, ez nagyon drága volt így. 3-1. Azt úgy nem számoltam, hogy ez 3-1 lesz. Mert az úgy hülyeség, hogy 3-1. Arra a véleményem az, hogy az egy hülyeség. Olyat ne játszunk, hogy ez 3-1. Mert annak nem sok teteje van. Annak nem látom a realitását, hogy ez 3-1. Jó, hát ez van, ez a partaszálló egység meghalt, mert nem számoltam azzal, hogy itt indokolatlanul settenkedik egy egysége. Ezzel valóban nem számoltam. Ezt nem tagadom. Ezzel valóban nem számoltam. Mert ennek zéró értelme van, hogy ott legyen egy egysége. Na mindegy, ott volt, belefutottam, így jártam. Nem jó, de így jártam. Itt valami vonalszerünk van, és azért a második szakasz kezd kiépülni. Jó, majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Ott már harcoltunk. Itt előkészültünk, lassan ennyi volt egyébként ez a kör. Hát az, hogy itt ennyire... Jó, az eső az nagyon betett itt, azt nem tagadom. Az igencsak csúnyán megakasztott. No, lássuk. Egyszer kettőt ígér. Egyszer kettőt ígér. Á, csak azt kellene, hogy meg is tegye. Ja, ha mondjuk kiüti, akkor megérte. Akkor nincs vele bajom. Jó, majd egyszer elindultok. Itt nincsenek lázongó erők, nincsen. Jó. Hát ezek haladnak, ahogy tudnak. Ezt meg most gyógyítanom kell, mielőtt random elveszítjük. Ezek meg most ezt a tempót tudják. Ugye, körönként egy egységet tudunk vissza szerezni. Nem egy nagy tétel. Jó, azért ez ott egy értékes HQ lesz, azt azért örömmel vesszük. No, új egységek. Hát ez nyilván ide jön. Ez a HQ. Hol van szükségem egy HQ-ra? Na, ez egy jó kérdés. Annyira nem túl nagy kérdés, mert itt adja magát. Azt hiszem innen gyorsabb. Ez a csapat nem bír HQ-val, ez se, de annak annyira nem is kell. Úgyis föl kell őket húzni egyeskére, és akkor nyugodtan lehet odarakni őket. Oké, kutatás. Nem hiszem, hogy nagyon van mit. Ezek maxon. Hát a telegráfon lehetne, de... Jó. Vegyük vissza a tengerészt, amit elbuktunk, mert az azért kell. És akkor ennyi volt. Szokás szerint lehet vég egy gunboatot. Igazából annak látok értelmét. Még mindig
van itt partmenti harci zóna, amit meg akarunk velük szerezni. Úgyhogy még mindig hasznosak. Jó, majd egyszer megszerezzük. Na, annak nem örülök, hogy ezt elvágtuk. Ezt az útvonalat. Nem mintha nagyon számítana, hogy ez most el van-e vágva vagy sem, de nem örülök. Annak azért nem örülök. Hát ez nagyon-nagyon kellemetlen helyen volt. Jó. Őszinte legyek, akkor itt ezekből annyi nem kell. Viszont az ellen körülbelül ez a kettő tud egyedül akciózni. Komolyan. Bam! Így is ütünk egyet, vagy kapunk egy pofont, vagy hogy mondjam. Innen, ha látnánk. Elfogadom a kettő egyet, csak lássuk, hogy annyi. Csak lássuk, azért legyen tiszta. Hogy az az ár. Jó, meg itt azért jó lenne látni a kikötőt, de az még egy kicsit nehezebb ügy. Ja, és akkor te is legyél raiderbe természetesen. Igazából, hogy mindenki legyen abba. Ezt majd javítani kell lassan, de az még odébb van. No, első körnek ez egy jó menet volt. Hát... szó-szó. De haladtunk azért. Elpaszó. Legalább hoz egy kis morált. Újabb egység. Ők elindulnak. Továbbra is blokkád alatt. Kor 3, és még az előzőt se vettük meg az összeset. Termelés 3, na az nagyon jó. Az nagyon jó, azt leszámítva, hogy persze ez azt jelenti, hogy újabb technológiát kell azt szemvenni, mert az 5-ig megy, ha jól emlékszem. De hát ez azért belefér. Ezzel rosszul nem fogunk járni. No! Ouch! Látta és kivadászta. Jó, ha látta, az annyira nem meglepő, az, hogy egy az egybe levadászta, az már igen. Az egy kicsit meglepett, hogy őszinte legyek. Au, ez fájdalmas volt, ezt nem tagadom. Ezt kihagytam volna szívesen. Azért itt kezd nagyon-nagyon sok lova lenni. Hogy mi? Hát, meglátjuk. Lehet, hogy innen kilépett, bár ott azt hiszem az indián volt. Meglátjuk. Hát van két egység, amivel le kéne vadászni, mind a kettő rossz ellátmányhelyzetben persze. Ez egy kicsit durva akció volt, nem? Tehát amikor... az én támadásaimra is csúnya árakat írt, de most ilyen nullás pofonokat oszt ki. Így neki semmiben nem kerül, nekem meg nagyon sokba. Ó, az fájni fog. Az ott egy kor. Bár lehet, hogy nem túl felhúzott, és akkor azért annyira nem vészes. Sőt, akkor kis túlzással a legjobb lépés, hogy azzal ott megütközünk. Na, tovább visszavonul Fredericksburgba. Lassan-lassan kitoljuk azért ott Fredericksburg alá, és akkor, ha nem is
elfoglaljuk a fővárosát, de legalább elkezdjük fenyegetni, nem kap körönként egy csomó morált, és utána el is kezd lassan elfogyni, mert azért előbb-utóbb szerintem onnan is ki tudom tolni. Jó szokásos banditák. Hát ez talán egyszerűbb lenne, ha azt kikapcsolná, és nem minden körbe lerobbantaná, de hát na mindegy. Így lett megoldva, így lett megoldva. Én értem, hogy minden körben nulláznia kell, hogy a célt elérje, hogy nem működik, csak talán nem szükséges minden körben ezért egy figyelmet adni. Alapvetően csak a fregattot buktuk. Az ilyen, nem sokat tudok ellene tenni. Ott settenkedik egy egység, az... Egyébként ez most nem haszontalan, általában haszontalannak mondanám a legtöbb ilyet. A nagy hajó az jól fog jönni, így az már kevésbé, hogy csak hajók. Azt azért már kevésbé veszem néven. Au, mi lent volna, ha 2-1-et úgy értékeled, hogy 2-1? De nem. Azt úgy értékelted, hogy én bukok. Sokat. 0-1, az nem annyira jó. Az kimondottan rosszul hangzik, hogy 0-1-eket kapunk tisztán. Ezekből. Ja, te indulj el fölfelé, mert jobbat nem tudunk. Meg itt gondoljátok át a terveteket. Mert a tengerész az beugorhat, azzal nincs nagy baj. Csak hogy utána mi van, ha beugrott valahova. Az legalább üres. Akkor azt hiszem azt lesz, hogy itt kiszedjük ezt az erődöt és ezt elfoglaljuk. Vagy valami hasonló. No. Itt mindenki, senki nem tud semmit, jó. Ez tiszta sor. Paci. Gyalog. Hát, elég gyér helyzet. Ha, száguld, azt te is, látom. Kimondottan hasznosak vagytok ezzel a tempóval. Na, te legalább megérkezel. Ó, hogy itt 4 lovasság lett hirtelen. Ott egy erős 0-0-át tudunk elérni. Oké, ti megtartjátok ezt a pozíciót. De annyit tudok tenni, hogy ez előre sompolyoghat, hogy majd északról körbe zárjuk ezt a várost, és akkor onnan van ellátmányunk. Nyomokban. No. Itt egyrészt van egy HQ-vadászat.
Az tiszta sor. Au. Ennél kevesebb pofont vártam, hogy őszinte legyek. Jó, az ott elvileg a következő körben el van vágva. Inkább így, a várost nem akarom semmiképp elveszíteni. Délnek, ha nagyon akar, törjön ki. Azzal nem tudok mit tenni. De elvileg a paci ott elvágva. Elvileg ott a paci elvágva. Ennyire rossz itt a helyzet? Jó, csak innen van... Nagyon-nagyon kevés ellátmány, én értem. De azért ez így durva. Hogy ennyire rossz legyen a helyzet, tehát ezért kéne a HQ. Ami, ha nem is gyorsan, de érkezik. Ha abszolút nem is gyorsan, de érkezik. Ja, egyelőre ezzel se tudok jobbat tenni. Egyelőre ezekkel se tudok jobbat tenni. Ez kettő egyet ígér. Egy effektív egyenlő harcra, ez nagyon nem szimpatikus. Egy elven egyenlő harcra. Au. És nem tud tovább menni, remek. Remek. No mindegy, meglátjuk. Elvileg nincs elvágva. Simán kap ellátmányt itt. Mi egyébből én vagyok elvágva, de ha támad, akkor nem tud gyógyulni. Ha gyógyul, akkor meg azért a readiness-e csökken. De ott érdemben nem vagyunk most előrébb. Jó. Van még egy másik egység. Az végre átér a folyón. Az már Kentuckyba beért. Juhú! Hatalmas eredmények. Te állj rá arra, igazából te menj át ide, és akkor ezen a kikötőn tudunk gyógyulni. Itt ennyi nem kell, mert el van vágva az a másik. Ide megérkeztek. Florida partjai. Hova érdemes nekem följönni? Ugye az első az valahol ide érkezik, a másik az viszont egészen föntre érkezik. Az ide jön. Hát mind a két irányból ugye hosszú folyamat megérkeznem oda, ahova kell ennek a kettőnek, de hát
Szokás szerint ez így jártam, azt hiszem a rövidebb utat választom. Majd meglátjuk. Ezek elindulnak. Lecserélte egy HQ-ra, vagy egy rendes egységre, sőt egy korra. Na, zseniális. Lecserélte egy korra. Téged bedobunk egy transportba. Majd itt fog segíteni. És akkor itt tud majd ő partra szállni, azért jön transporttal. Nem jó, de így tudok kicsit nagyobb erőt vinni arra a frontra. Ezeket húzzuk fel. Garibaldi, setenkedjen előre. Ezeket húzzuk fel. Te gyógyulj. Ott valakinek rá kell állni. Nem jó, mert az a háku kezd nagyon elveszni. Három, kettő. Nem olyan rossz, főleg így. Főleg így nem olyan rossz. Az ugye nem egy lázongó város, nem. Jó, a paci meg egyenlő tartja a frontot. És kényszeríti, hogy minél több helyen kelljen minél több egységet prezentálnia. Az egyik se jó, az egy-egyet mondjuk megnézzük. De annyira nem ragaszkodok hozzá. Te ezzel megérkezel, nem azt mondom, hogy hatalmas segítség vagy, de egyelőre ennyit tudsz tenni. Majd meglátjuk, hogy melyik frontra menjen. Ő itt a legerősebb egységünk. Mert ez a város nagyon jó lenne, és akkor onnan tudjuk támogatni majd a Fredericksburg oldalát. De nyilván a Fredericksburgi erődök is nagyon-nagyon értékesek lennének. Jó, te pedig lassan itt az ideje, hogy körbe, ahogy ott át tud menni. Na, ez jó hír, hogy ezt meg tudja tenni, ennek örülök. Reméltem, hogy ő ilyen technikailag tengeri akciót tud tenni. Hát, befizetjük. Befizetjük, hogy belegyen, de nem örülünk neki. Oké. Ezt megoldottuk. Hát ez olyan, amilyen. Itt elképesztően lassúak vagyunk. Jó, a téllel is küzdünk most persze. Úgyhogy ez is benne van. Itt azért haladtunk nyomokba. De csak nyomokba. Ezt aztán most nem, 5-nél nem tudjuk följebb, 6 kéne hozzá. Ez jó volt, ezt értékeltem. Nyilván jobb lenne, ha ki tudtuk volna ütni, vagy ha nem kap ekkora pofont előtte. Ja nem, hogy egy 0-2-t lőttem már, ja. El is felejtettem, hogy ott mi volt. A gubanc.
Oké. Ez szintén szálljon be egy transportba. Mi lenne, ha a kikötőbe állnál? Tudom, hülye ötlet, hogy ne állj rossz helyen. Szóval ide rakja. Üres kikötőbe. Minden szempontból előrébb lennénk. Blokkádoljuk ezt a kikötőt, nem mintha olyan nagyon... Azért hasznos, mert ha öt alá süllyed, akkor nem működik valójában, úgyhogy nem olyan rossz az. Csak nem is jó. Ahogy ez egy főváros opció. Majd egyszer. Ahogy innen megnézhetjük, hogy nem üres, hogy nagyon nem üres. A többi helyen nem másabb, de nem üres, nagyon nem üres. Mert itt ezek üres helyen vannak. Úgyhogy igazából itt fölérdemes följönni, partra szállni, kiütni és elfoglalni a várost. Itt szerintem ez is üres. És ha ezt meg a Blakely-t elfoglaltuk, akkor ez annyira nem számít már. Meg ugyanígy. Ugyanahogy ott is egy játékot el lehet követni. Lehet, hogy egyébként ide fogjuk küldeni azt a 2-3 egységet, amit itt most előkészítünk. Már általában ki tudja ütni azt az erődöt egy pofonnal. És akkor az megérni. Na mindegy. Gazdaság, hogy mit építünk? Először ugye kutatunk tovább. Termelés, fejlesztjük tovább. Kor, még egyet lehet. Már nem nagyon kell, de lehet. És akkor vegyünk egy olyan kort, ha már... Hát ez elég drága, de kell. Elég drága. Gyakorlatilag 600-ba kerül egy teljesen felfejlesztett egység. És 5-ösével lehet gyártani. 5-öt tudok gyártani még. No, kapunk egy nagy hajót. Annyi fejleszteni még kéne. Úgyhogy igazából ezeket kikötőbe érdemes pakolni. Úgy érzem. Már ennyi, innen folytatjuk.